Csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Rochester Petronella francia szakértő Skype-on keresztül. Üdvözöllek, szép jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt! A francia-német együttműködés az Európai Unióban vajon hatással lesz a döntésekre erősebben, mint korábban volt? Már most olyan értelemben hatással van, hogy az európai integráció következő 7 éves keretköltségvetése ügyében a németek és a franciák ugye közös javaslatot tettek le. Ennek része volt az, hogy Angela Merkel német kancellár ezúttal nyitottnak mutatkozott arra, hogy az Európai Unió közösen vegyen föl hiteleket, és azokat majd közösen fizesse vissza. És hát amennyit tudni lehet a múlt hétvégi maratoni európai csúcs ilyen kis háttérinformációiról, ott is azt tudjuk, hogy Angela Merkel és Emmanuel Macron együtt tárgyaltak, és nem igazán engedték idézőjelben megbontani a német-francia együttműködést. Tehát az a tárgyalási taktika, hogy adott esetben leválasztani a németeket a franciákról, úgy hírlik, hogy nem működött. És hát ugyan kellett kompromisszumokat kötniük, mert nem minden szám úgy alakult, ahogy akarták, de a legfontosabb dologban, hogy tudni illik, megvalósul az újjáépítési terv abban a formában, technikai értelemben, ahogy ők szerették volna, hogy lesz közös uniós eladósodás, tulajdonképpen elérték, amit akartak. Tehát ebben az értelemben, jelen pillanatban, és hogyha mondjuk egy fél évvel ezelőtt beszélünk, vagy egy évvel ezelőtt, akkor lehet, hogy nem ezt mondjuk, egy rendkívül szoros német-francia együttműködésről beszélhetünk. Nyilván ennek megvannak a belpolitikai és egyéb más okai, hogy ez most miért alakult így, miért ennyire szoros az együttműködés a németek és a franciák között. Hát egyébként persze tudjuk, az elmúlt 50 év történelmének a középpontjában a német-francia együttműködés áll az integrációban. Ugyanakkor az Európai Parlamentnek sikerült az egész egyességet most egy kicsit megakasztania. Mi lesz ebből a kiút? Ez így van. Ugye aki figyelte az európai parlamenti vitákat, illetve azt a határozatot, amelyet elfogadtak, hát az látja, hogy az Európai Parlament egy icipicit máshogy látja ezt a dolgot, mint az állam és kormányfő. Hagyj tegyük hozzá, hogy az Európai Parlament asztalára maga a csomag ősszel kerül, és hát jelen pillanatban ezt akár a tárgyalás technika részének is tekinthetjük. Nyilván az Európai Parlamentnek lehetnek kérései, kérdései, elvárásai ezzel a csomaggal kapcsolatban, és hát pontosan tudjuk, hogy ilyen egyezkedés intézményközi harcok részét is képez integrációban, parlament kontra bizottság, parlament kontra tanács, mostanában különösen parlament kontra tanács, hiszen a tanácsos előjogokat megtagadott a parlamenttől, lásd az Európai Bizottság elnök a támogatása, megnevezése, ugye egy olyan jelölt lett az Európai Bizottság elnöke, a parlamenti pártok előzetesen nem neveztek meg csúcsjelöltnek. Ezeket is figyelembe kell venni. Az uniós játékban ezt szeretjük elfelejteni, a tagállami érdekek mellett pártérdekek, parlamenti érdekek és egységes uniós érdekek is megjelennek, nyilván lobby érdekek is, kell valahogy összepasszintani. No, ez az intézményközi játék következik most. Nagyon érdekes, hogy a BBC, amit valamikor úgy etalonként tiszteltünk, tehát nem létezett olyan, hogy ők fake news vagy félreinformálták volna a nézőiket, hallgatóikat. Most összeköti a magyar és a lengyel jogállamiságot, és a lengyelekről azt mondja, hogy úgy viselkedik, mint a magyar kormány, ezzel nehézíti a magyarok helyzetét is. Mit lehet ebből kihámozni? Te is nagy BBC fan voltál valamikor. Milyen értelemben lehet ebből kihámozni? Minthogyha máshonnét informálódnak. Konkrétan azt mondja, hogy a lengyelek kilépnek az isztambuli egyezményből, kvázi a lengyel kormány is követi Magyarországot. Magyarország nem szavazta még meg, tehát nem tud kilépni belőle.
illetve nem ratifikálták ezt. Azt mondja, hogy a lengyel elnök homofób lett, folytatja, hogy ugyanúgy a közmédiát lezüllesztik Magyarország, írja a BBC. Ez egy véleménycikk, vagy egy beszámoló? Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert a hírek között volt. Ott találtam meg. Nem véleménycikk, hanem egy konkrét hír volt. Azért nagyon nehéz ilyen egyes egyedi cikkeket kommentálni, főleg olyanok az ember nem olvasott, és akkor ezzel most lelepleztem magam. Megkímélted magad Tessék? Megkímélted magad ettől. Ezek után nyilván meg fogom nézni ezt a cikket. Az egészen biztos egyébként, állami kérdés, ez része ezeknek a költségvetési vitáknak. Méghozzá az is része a költségvetési vitáknak integrációban, hogy ezekről a jogállami kérdésekről milyen feltételet egyáltalán kell beszélni, össze kell lekötni a költségvetési kérdésekkel. Ugye itt azért sok elemzése van ennek a történetnek. Most leszámítva az ideológiai kérdéket, vagy a liberális demokrácia, a demokrácia értelmezésének a kérdéseit, ugye van, aki ezt korrupció ellenességnek értékeli, és hát itt az elmúlt napokban, aki figyelket azt is látta, hogy arról is zajlik egy vita, hogy tulajdonképpen fellette vizezve ez a jogállami történet, felvizezve, és akkor majd jön egy javaslat, ami majd erről mond valamit. Tehát mondjuk úgy, hogy így, olvasatlanul és olyan kommentálva és nem kommentálva, amit az ember nem olvasott, az egészen biztos, hogy szerte zajlik erről egy vita, hogy... Igen, de Merkel azt ígérte, hogy az elnökség alatt lezárja ezt a hetesztély problémát. És erről is zajlik egy vita egyébként, hogy pontosan mit ígért meg és milyen feltételekkel, mert ugye a másik oldal pedig azt mondja, hogy azzal a feltétellel, hogy előmozdítják ezt a történetet, amennyiben bizonyos feltételek teljesül, úgy igazából ebben a pillanatban, amit ebből az egész nagy csomagból, ebből az egész nagy vitatörténetből érdemes mindenkinek figyelni, az az, hogy nyilván el kell fogadni a keretköltségvetést, nyilván évvégére ez a témákban valamiféle nyugvópontra kell jutni, és jelen pillanatban minden intézmény, minden tagállami kormány, minden érdekelt tologatja a bábukat a sakktáblán, és igyekszik maga tárgyalási pozícióit meghatározni, és megállapítani intézménnyel és a többi szereplővel, milyen típusú engedményt elérni. Ugye amikor az állam és kormányfők azt mondják, hogy ha nem az lesz, én majd vétózok, az ugyanez a játék. Az európai most ugyanezt játsza, ha nem így lesz, ha nem úgy lesz, ha nem módosítják, akkor vétózok. Tehát jelen pillanatban minden ilyen üzengetést, minden ilyen típusú érdemes figyelni, hogy zajlik a 7 éves keretköltségvetésnek tárgyalása, és mindenki tárgyalási pozíciókat ér. Minden esetre szó van a női egyenjogúságról is nagyon sokszor a tárgyalásokon, és akkor csemmegének neked a végére az izraeli hadsereg úgy döntött, hogy minden létező beosztás nők számára elérheti, úgyhogy nem kizárt, hogy az izraeli légierő következő főnöke mondjuk egy nő legyen. Most egy mosolyt látsz azon. Mert ugye a nők is... Erre csak mosolyogni tudok. Hát ha a nők hangosok lehetnek pilóták, akkor vezető beosztásban is lehetnek. Eszter, köszönöm, elkezdésünkre álltál, és legközelebb konkrétan a francia belügyekkel fogunk találkozni, várunk a stúdióba. Kedves nézőim, a pontos idő 8 óra van, akkor jön a híradó, tartsanak velünk. A híradó után jön vissza. Sziasztok!